Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik. A mai este témája a civil hét rendezvényei, amely már javában tart. Stúdió vendégünk pedig Domokos Ágnes, a Tatai és Térsége civil társulás elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát én visszakanyarodnék, mert hogy ez a 18. volt. Talán egy kicsit szemezgessünk a 18 történéseiből. Milyen körülmények között kezdődött el ez a rendezvénysorozat? Mennyire volt nehéz, mennyire volt könnyű akkor? Jó estét kívánok, köszönjük a lehetőséget, hogy erről a civil napokról beszélhetünk. 18. civil nap, 2005-ben indult ez a program. Akkor még 2 éven keresztül a Vasari János általános iskolában ilyen kis sátrakban mutatkoztak be a civil szervezetek. Szerintem nagyon jó hangulatú volt, főleg az első, a másodikban beszorultunk az eső miatt az iskola folyosójára, és utána még 2 éven keresztül a művelődési ház mellett a Várkanyarban rendeztük ezeket a civil napokat. Viszonylag nagyon sok egyesület részt vett ezeken a programokon, és akkor a Várkanyarban még színpadot is állítottunk, és a kulturális egyesületeknek szinte egésznapos programja volt fenn a színpadon. Aztán minket is elért egy kicsit a válság, és akkor találtuk ki azt, hogy nem civil napot szervezünk ilyen formában, hanem kezdetben csak Tatai térségben civil hetet, illetve civil napokat, és később pedig ezt bővítettük Tatai és térsége civil napokra. Hát ez a 18., amit megszervezünk, mindig izgatottan várjuk, hogy mely szervezetek lesznek azok, akik szeptemberre tudnak fókuszálni, és programot tudnak adni ehhez a sorozathoz. Nehéz megmozgatni a civil szférát, hogyha tendenciákról beszélünk, és szándékosan a 18-ról. Voltak-e hullámvölgyek, vagy mi hozott megoldást? Hát, kezdetben nagyon, nagyon sok szervezet részt vett, tehát olyan 50 feletti programjaink is voltak, aztán ezek csökkentek, és úgy beállt a 40, és most már inkább a 30, mert aztán most 35 programunk van erre a számra. Itt vannak olyan szervezetek, akik nem csak egy programot, hanem programsorozatot is adnak, és mindig vannak olyan civil szervezetek, akik egy-egy programot ajánlanak fel. A civil szférára igen, elég nehéz megmozgatni, de én úgy gondolom, hogy itt nem a tömegeken van a hangsúly, hanem azon, hogy tehát ezeket a programokat, amit a szervezetek egyénileg szerveznek, ezeket nyilván a saját tagságuk és az ő holdudvaruk látogatja. És rendszeresen részt vesznek rajta, és az év folyamán rendszeresen fordulnak elő ilyen programok a saját szervezésükben. A civil napok pedig csak egy tükör szeretné a város lakosságának és a térség lakosságának is megmutatni azt, hogy sok civil szervezet nagyon színes programok, rendezvényeket szerveznek, és ez egy kicsit ilyen eszenciája annak az egész éves munkának, amit Tata városában a civilek között zajlik. Hozzáteszem, hogy több mint 60 civil szervezet van csak Tatán. Ez elsősorban idősebb korosztályt, középkorosztályt vagy fiatalokat mozgat? Hát a középkorosztály és az idősebbek, én legalábbis így tapasztalom. A fiatalok cél, hogy a fiatalokat is bevonjuk. Nyilván egy-egy programra a családdal együtt a fiatalok is megjelennek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a városban nagyon jól működik a diák önkormányzat, akik saját programokat szerveznek, és a fiataloknak a tanulás mellett pont elegendő az, ami az ő saját programszervezésük. Van rálátása, mivel rengeteg civil szervezet vesz részt a mostani rendezvényen is, hogy ezek a civil szervezetek, hogy mondjam, életüket tekintve rövid életűek, hosszú életűek, nagy a, nevezzük így, civil szervezeti fluktuáció? Nem, én ezt nem tapasztalom, sőt, inkább azt tapasztalom, hogy most megint kezd egy kicsit újjáéledni, és új szervezetek, ilyen például az önkéntesség Tatáért. Ugye ők 2 éve működnek, és már nevük van a városban. A 20-30 éve működő szervezetek pedig egy bizonyos stabil tagsággal, igaz, hogy idősödő, de egy stabil tagsággal rendelkeznek. És ez egyfajta közösségi tér is az, ahhoz, hogy
társaságban legyenek, hogy találkozzanak, hogy értéket teremtsenek, hiszen hát mindenkinek szüksége van, minden szervezetnek szüksége van arra, hogy valahogy tovább lendítse a működését, és értékekkel fűszerezze azt. Hogyha tovább lendítésről beszélünk, akkor nyilván hogy anyagiakról is valamilyen szinten kell, hogy essék. Szóval itt lehet tendenciáról beszélni, 18 évet tekintve, voltak periódusok, amikor egy kicsit több jutott a civil szférára, volt, amikor kevésbé, vagy ezzel már a civil társadalom, idézőjelben mondom, már együtt tud élni, és megteremti a magának valót? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, én azt hiszem, hogy is. Az én ismereteim szerint azokat a szervezeteket, akiket ismerek, azok körülbelül azonos szinten működnek. Több a pályázati lehetőség, nyilván a nemzeti együttműködési alapból jóval több összeget lehet és lehet pályázni. Akiknek ez sikerül, azok nyilván jó programokkal tudják ezt költeni. De én úgy veszem észre, hogy sok civil szervezet, főleg a kisebbek, még mindig szinte pénz nélkül tudják azt produkálni, ami az egész éves programuk, hiszen ezt egy önkéntesen, saját maguknak sok esetben nincsenek nagy költségek. Itt egyszerűen csak oda kell tenni magukat, meg kell szervezni, részt kell venni rajta, és célokat és értékeket kell kitűzni, hogy mi az, amit el szeretnének érni. Humán erőforrás az elsődleges akkor. Igen, én hiszek ebben, vagyis ezt látom, és hát természetesen aztán vannak olyan civil szervezetek, akik nagy pályázatokkal, főként nagy pályázatokkal, és nyilván, hogy vannak olyan szervezetek is a városban, akiknek együttműködése van az önkormányzattal, és közfeladatot látnak el, és hát ebben támogatást is kapnak. A CLLD mennyire segít a munkájukban? Hát a CLLD az egy, én szerintem egy elég kemény pályázat volt, tehát akik megpályázták, azoknak nyilván segíti. A Tatai Térsége Civil Társulásnak is volt egy benyújtott pályázata, de én azt látom, hogy ugye ez már azt hiszem 2014-ben indult talán, hogy ez egy nagyon hosszantartó folyamat volt, és akik pályázatot nyertek, azok közül is, ugye például a TV nagyon, nagyon lassan jutottak ahhoz hozzá, hogy ezt a pályázatot megvalósítsák, és hát akik meg most nyertek az utóbbi időben, hát nem tudom, hogy lehet, hogy egy kicsit felgyorsul ez most már. Előttem van a Városi Újságnak az utolsó lapszáma, és ebbe egy egész oldalon olvasható a 2021-es civil napok programja, ugye 35 rendezvényt tartalmaz, említettem már, hogy körülbelül a felénél tartunk most, de arra kérném, hogy ami már eddig volt, arról is beszéljünk egy kicsit, már csak azért is, hogy kiderüljön, hogy mennyire sokszínű volt, meg milyen sok civil szervezet csatlakozott hát önökhöz. Egy kis segítséget fogok venni én is. A nyitó rendezvény, hát természetesen részt vettem, ez a Krenstok Károly Alapítvány és a Tatai Mecénás Alapítványnak a rendezvénye volt, és itt a Átlimesz folyóiratnak a bemutatója volt. Én nem vettem még részt ennek a folyóiratnak a munkájában, nem nagyon ismertem, úgyhogy engem is meglepett, hiszen több mint 60 művészt mutatott be, akik tatai vagy tatai kötődésűek, vagy tatán működnek. Hát nagyon érdekes volt, ugye a művészeket meg is hívták látni ezt a seregszemlét, hogy akiket így egyenként találkozik az ember egy-egy kiállítás megnyitón. Nekem felemelő érzés volt. Ez a rendezvény emiatt is egy nappal előbbre tettük a civil napokat, mert ugye ez 16-án volt, és szerettük volna, hogyha ez a rendezvény nyitná meg az idei civil napokat. Az eddigek során is volt a patrocinium, és pont a mai estén lesz a Szent Kereszt Primária templomban is egy egyházi rendezvény, amit a KÉSZ szervez. A KÉSZ oszlopos tagja, hiszen Izing László volt, aki a civil napokat megálmodta, és azóta is nagyon szívén viseli és mentorálja, illetve segíti ennek a rendezvénysorozatnak a létrejöttét. Hát ezen kívül vannak, ami már elmúlt, ugye az augusztáni ökofalunak volt rendezvénye. Az ökofalu szintén kezdedektől a civil napok része,
És ha arra gondolunk, hogy ugye állandóan klímaváltozásról beszélünk, ami talán egy kicsit az embereknek így elmegy a füle mellett, de én úgy gondolom, hogy az Okőfalu már 2005-ben is erre a klímaváltozásra, illetve az ökogazdálkodásra hívta fel a figyelmet, és szerintem nem szabad ez mellett elmenni, hiszen nagyanyáink, nagyszüleink ebben az ökogazdálkodásban természetszerűleg éltek, és ma valahogy egy kicsit eltávolodtunk, elég csak kimenni falvakba, nagyon szép füves, nyírt füves lombos felületek vannak, szinte gazdálkodás alig-alig látható, a kivétel ugye mindig erősíti a szabályt, de én úgy látom, hogy már az emberek nem nagyon gazdálkodnak. Itt az Ökofaluban azért sok mindent tanulhatnak. Volt egy kistérségi rendezvényünk, sajnos az idei évben a kistérségi rendezvények vagy nem kerültek be ebbe a programfüzetbe, hiszen a Baji, az Baji Szüret és Dalos, Szüreti Találkozó és Dalos Találkozó az a hétvégén már lefutott, de ugyanakkor Naszájon például Tóth Anikóval nagyon jó a kapcsolatunk, de valahogy mégis most kimaradt ebből a program sorozatból. Ez már most hétvégén lesz, ugye? Ami másodikán, október másodikán lesz az ő Szüreti Mulatságuk. Akkor hát nézzük tovább. A hétvégén volt az Ághi Jóga Egyesületnek egy egészségmegőrző programja. Ezt megint csak szeretném kiemelni és megerősíteni, hiszen ők egy olyan munkát végeznek, ahol hátrányos helyzetű emberekkel, fiatalokkal, illetve sérült fiatalokkal és felnőttekkel foglalkoznak. Az Ághi Jóga Egyesület nagyon-nagyon sok programot szervez az év során, nem csak itt a TÁN, hanem ők elviszik a tagjaikat akár a felvidékre is programokra, és az ország más területeire is, tehát egy jó kapcsolatrendszerük van, és én azt gondolom, hogy ők egy nagyon kemény munkát végeznek. Tehát mi mindenképpen szeretnénk, ha néha szó esne róluk. A következő program ugye volt a Látóút, ez a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaságnak a programja, akik szintén nagyon sok programot hoznak a civil napokra, hiszen nekik szeptemberben indul a tanév, és a szeptemberi programok mindjárt bekerülnek ebbe a programfüzetbe. Kedden délután, illetve még a hétfőről beszélnek, az Angyalok és Tündérek Galéria most először kapcsolódott be ebbe a programsorozatba, itt a Borostyánik, a Neszmélyi borvidéken. Volt egy ilyen bemutató előadás, egy marketing előadás. Itt csak annyit jeleznék meg, hogy azt hiszem 2 évvel ezelőtt írták meg a pályázatot a Neszmélyi Borút Egyesület, és az volt a ilyen egészen felfelő ívelő programot valósítottak meg. Itt ezen az előadáson pont abba erősítettek meg ez hangzott el, hogy addig még a 40-es években a borvidékek között az utolsó előtti helyen szerepelt a Neszmélyi borvidék, most úgy körülbelül az 5. helyre tudtak feltornászni magukat, és ez ennek a pályázatnak és ennek a 2 évnek a munkáját is jelenti. Kedden a Fellner Jakab toronyban egy emléktábla avatás történt Pull Aradár építészmérnökkel, mérnökről. Én sem tudtam, és gondolom sokan nem tudják, hogy Pull Aradár volt az, aki ezt a söréttornyot tervezte. A söréttoronyban ugye van egy kiállítás Tata építészeiről, de ott róla pont nem esik szó. És a Helytörténeti Egyesület ugye ezt észrevéve kezdeményezte ennek az emléktáblának az avatását. Ők megkutatták. Úgyhogy megkutatták, igen, Margitka nagyon, nagyon agilisan dolgozott ezen, és hát most akkor ennek az emléktábla, tehát az ő neve is ott szerepel abban a toronyban, amit tulajdonképpen ő épített. A Tata klímastratégiai konferencia többször volt szó Tatának klímastratégiáról,
Én még nem vettem részt egyiken se, úgyhogy itt most a civil napon éppen szerencsésen részt tudtam rajta venni. Én úgy gondolom, hogy amit már mondtam ugye az Okőfaluval kapcsolatban, hogy a civileknek lehetőségük van arra, hogy ők is véleményt mondjanak. Én szeretem azt, amikor megvan hirdetve egy program, és arra akkor mondják el a véleményüket az emberek, amikor hozzátehetik, és nem utólag, amikor már csak bírálni kell. Tehát úgy érzékelem, hogy a városban a civileken keresztül nagyon sok információ, a Tatai Televízión is keresztül nagyon sok információ eljut a város életével kapcsolatosan, és nagyon sokszor vannak fórumok, amikor beszélni lehet dolgokról, és akkor kell róla beszélni. Tehát amikor már valami egyszer megvalósult, vagy lezárták, akkor már felesleges ó ehhez hozzátenni. Úgyhogy én mindenkit tudok biztatni, hogyha ilyen a klímával, várossal kapcsolatos témakörök vannak, és azt meghirdetjük, akkor azon vegyenek részt, és ott mondják el a véleményüket, hogy ők mit szeretnének. Mehetünk tovább, akkor még egy kicsit. Természetesen. A névfőiskolán, ugye tanévnyitó, ami szerdán délután volt a szavakkal bántalmazni, ezt a Majki Névfőiskolai Társaság szervezte ezt a programot, és ebből viszont szeretnénk a civil társulás révén is egy kicsit talán egy mozgalmat indítani. Én úgy látom, hogy ez egy olyan súlyos téma, ami szintén aktuális, és egy kicsit elsiklik. Sokszor halljuk, vagy gyakran halljuk, hogy az iskolai erőszak felerősödött. A munkahelyen is egy kicsit az emberek talán ingerültebbek, másképp szólnak egymáshoz, nem tolerálják annyira a munka során a kapcsolatokat, és ehhez olyan pedagógiai útmutató módszereket szeretnének ők átadni mindazokhoz, akik meghívják ezt a programot, ahol a bántalmazott, mint lehet valaki bántalmazott, és ugyanakkor lehet bántalmazó is nyilván, hogy ezt hogyan lehet lelkileg kezelni. Tehát hogy tulajdonképpen én azt hiszem, hogy az empátia készség fejlesztése az, ami nagyon fontos lenne a mai világunkban. És elérkeztünk a mai nap is. És hát elérkeztünk, igen. Ma este az Eszterházi nyári zenés esték sorozatból a Sémrók Tatai Ír zenekar játszik kint az Angol Parkban, a nyári teraszon, nyári lakteraszán. Ez azért érdekes, mert a nyári lakot az idén kezdték el bevezetni a közösségi térbe. Nagyon szépen kiépítették, és hát ugye az Angol Park egy hangsúlyosabb területe lesz Tatának. Gondolom, hogy ezek a nyári esték jövőre is folytatódnak. Hát aki erről lemaradt, az nyilván majd talán még az idei évben, az idei őszön az írzenekar a Tatai Vár rondelláján és a Zsigmondborozónál is szokott játszani. Úgyhogy én tudom ajánlani, nagyon kellemes ez az írzene. Beszéltem már az őszi nagytakarítás kapcsán az Önkéntesség Tatáért Egyesületről. Ők egy nagyon, nem is tudom, majdnem a vasútállomástól a Kossuth térig egy útvonalon takarítást hirdettek meg. Nyilván, hogy a Gesztenyefasortól, nyilván, hogy azok, akik az ott élők, azoknak célszerű ebbe bekapcsolódni, de hát mindig vannak önkéntesek. Egyébként pedig ezzel a takarítással kapcsolatban nekem mindig szívfájdalmam, hogy akár önkéntesen, akár másképp, hogy miért kell nekünk takarítani, mert miért kell nekünk szemetelni. Tehát mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha más programokat lehetne szervezni ez helyett, de hát reméljük, hogy ezen is az érintett útvonal, ugye Gesztenyefasor, Mikovényi út, Bajcsy-Zsilinszky út, Május együtt, Komáromi út, és a Kossuth téren záródik, tehát ez egy nagyon hosszú szakasz, akkor nyilván, hogy ők ott a helyi képviselőket megkeresik, és próbálnak mozgósítani, és reméljük, hogy eredményes lesz. Az ötvös gimis öreg diákok összejövetele, ez azt hiszem, ez egy évről évre visszatérő dolog. Hát, igen, az öreg diákok is programot is szoktak hozni, mert tavaly évben kiadtak egy könyvet, ugye öreg diákok
ismert neves öreg diákokról. Az idén csak a közgyűlésük lesz a civil napokban, de hát ebbe a programfüzetbe nyilván beletartozik az is, hogy az ő működésük is ér és virul. Amit még innen kiemelnék, a Cserteg István, ugye ő talán már a stúdiónak volt is vendége, az ő 100 év, 300 film bemutatója lesz kedden 17 óra, hétfőn, 27-én hétfőn 17 órakor a Kunidó Mankos Múzeumban, Tatai Várban. Én ezt, hát elsősorban én ezt a középkorú és idősebb korosztálynak tudnám ajánlani, hiszen ha olyan nevekről beszélünk, mint Páger Antal, Dajka Margit, ezek érzelmileg is az idősebbeket érintik meg. De ami nagyon érdekes a Pistának a kutatásai, hogy tehát ez a 300 film, ez itt Komárom-Esztergom megyei helyszínekkel készült, és érdekes lehet megismerni azt, hogy milyen helyszíneken, hol forgattak itt filmeket, nagyon kedvelik ma is, a mai időben is a rendezők a Tatai és Tata környék, illetve Komárom-Esztergom megyei helyszíneket. Itt vannak még az Ökőfalónak programjai, az egyik, ami hétfőn lesz szintén, az Egy Földünk van, és ez a Kajakházban, tehát ez elérhető. Itt dr. Karsai László, aki természetvédelmi ökológus, olyan növényekről fog beszélni, ami a klímaváltozáshoz kikutatott új növényfajok. Ő ennek a nagy tudója, tehát az, aki kertészkedik, az, aki mindenképpen érdemes elmenni, gondolom sok hasznos tanácsot is fog kapni a professzor úrtól. És akkor nézzük az idősek hetét. Az idősek hete nyilván ez a Tatai TV-nek is külön programja lesz. Mi ezt beletettük, mert abban, amikor a programfüzem készült, még nem készült el a teljes programjuk. Egy programról tudunk, ami a Szőgyén történelme képekben, tehát egy ilyen Szőgyén Tata nyugdíjasok találkozója lesz a Piarista rendházban, és ez egy helytörténeti program. A Boreset kézműves alkotóműhely már több éve megy a Magyar Népfőiskolai Társaság szervezésében, ez egy kézműves foglalkozás, nagyon kedvelt azok között, akik szeretik az ilyen kézműves dolgokat. Egy érdekes program lesz a Bordóházban, a Hermina vendégházában, a világ teremtőjével találkoztam. Dr. Szabó Gábor főorvosok beszélni, Bányai Gábor, hát országgyűlési képviselő, de tulajdonképpen orvos, aki úgy tudom, hogy COVID-beteg volt, és ennek kapcsán kómával volt egy ideig, és ezeket az élményeit, illetve hát megtapasztalásait fogja elmondani, akit ez érdekel. Ez egy mély lelki beszélgetés tulajdonképpen. Zongora hangversenyre hívnám fel a figyelmet, ami természetesen nem térítésmentes, szintén a Piarista rendházban lesz szerdán 18 órakor. Irodalmi előadások, ugye volt itt egy korábban egy Radnóti est, és egy csütörtökön pedig 30-án 100 éve született Pilinszky János költő, egy irodalom történeti előadás lesz szintén a Magyar Népfőiskolától. Még két programot emelnék ki. Az egyik a rock tanácskozás. Ugye anno 1981-ben itt volt az első és utolsó, a volt budapesti KISZ táborban a rock tanácskozás. Most úgy tudom, hogy a Peronyózik Alapítványnak sikerült Bródi Jánost meghívnia, és ezekre a régi történetekre fognak visszaemlékezni. Hát érdekes, hát izgalmas történet lesz ez szerintem, főleg a mai világban, hogy én Bródi Jánost ismerem, majd én talán érdekes dolgokat fog mondani. És végül a program zárásaként kiemelném a 25 éves az Eszterházi Énekegyüttes
az ők zárják ezt a civil napok programot. Én azt gondolom, ez egy nagyon szép zárás, ahogy egy nagyon szép nyitásunk is volt. A Szentkereszt templomban lesz az ő hangversenyük, ugye nem a szokásos könnyű, hanem egy kicsit az egyházhoz igazodó, ahogy az ő nagyon tehetséges kórus tagjaikat például a Víztoronyban is láthattuk, csodálatos hangversenyeket tudnak szervezni. Hát én ezt tudnám ajánlani. Hát azt hiszem, hogy széles a paletta, mindenki találhat kedvére valót, már csak az időpontokat kell beegyeztetni ahhoz, hogy valóban el is tudjanak menni. Van-e cél esetleg arra, hogy ezeket a napokat elnyújtani, pont ilyen apropóból is talán, vagy inkább tömöríteni szeretnék, vagy hogy jó ez így, ahogy most van? Mi a tapasztalat? Hát én pillanatnyilag úgy látom, hogy ez a két és fél hét, ez elegendő. Ennyi nyilvánvalóan kell, mert ennél jobban nem szabad sűríteni, mert akkor a programok rovására menne a dolog. Széthúzni sem nagyon szeretnénk. Én nagyon örülök, hogy az október 2-a még belekerült, mert ugye október 1-e a zenei világnap, és a programon kívül is nagyon sok zenei esemény lesz itt a környéken, Tatán Tatabányán. Úgyhogy érdemes szerintem a televíziónak a műsor újságát is, vagy a program újságját is olvasni, meg a Facebookon megjelennek a különböző plakátok, felhívások, a rendezvényekről kis ismertetők, tehát szerintem nem csak szeptemberben, egész évben, de szeptemberben különösen sok kulturális élményprogram van, amire meleg szívvel ajánlom a tatai polgároknak ez. Hogyha egy picit előre tekintünk, mert mindig az szokott lenni, hogy most még megy, de már előre tekintünk a következőre. Igen. Van már ilyesmi? Hát előre tekintve csak azt tudom mondani, hogy jövő szeptemberben is van szándék, hiszen augusztus 20-án, tehát júniusban már meghirdetjük, augusztus 20-án körülbelül még 5-6 programunk van. Szeptember 1-ére kell a műsorfüzetet zárni, szeptember 6-án még futnak be a programok, és akkor a nyomda rohamban javítja, és ilyen betoldások vannak. És hát így jön össze mindig ez a 30 program. Tehát nyilván az a célunk, hogy ezt a programsorozatot, a rendezvénysorozatot megtartsuk, és ez nem csak, tehát ez elsősorban nekünk is jó, mert tudunk készülni, van egy kis közös együttműködés, és így erősíteni, és a civilek tudják erősíteni és egymást, tehát én gondolom, hogy ez menni fog tovább még egy darabig. Vannak nagyobb és kisebb civil szervezetek, és vannak alakulóban lévő civil szervezetek, hogyha magukat szeretnék megmutatni ezen program keretén belül, és még mondjuk most alakulnak, akkor önnel vegyék fel a kapcsolatot, hogy mi a járható út annak, hogy valaki bekerüljön ebbe a programrendszerbe? Hát először is meg kell ismernünk, hogy kik azok, akik alakulnak, hogy nyilván a civil társulás nyitott arra, hogy bárkivel kapcsolatot felvegyen, aki ezt szeretné természetesen, és ebből a párbeszédből aztán úgy is kialakul, tehát végül is én szerintem nyugodtan csatlakozhat bárki a tatai civil társuláshoz. Az ő programjukat ugyanúgy fogjuk menedzselni, illetve ez egy együttműködés a résztvevő civil szervezetekkel. Akkor még annyit áruljál nyilván, hogy ennek a társulásnak az elnöke, van elnöksége, hány fős, milyen operatív dolgaik vannak? Hát a társulás 13 egyesületből és pár magántagból áll. Nagyobb létszámmal indultunk, voltak, akik kimaradtak, igazából egy hónapban csak egyszer találkozunk, akkor egyeztetjük a teendőket, ha vannak teendők, tehát mi ernyő szervezetként működünk, nem a civil napokon szervezünk csak külön programot, egyébként pedig az egyesület, vagy a civil társulás tagjai, azok az egyesületek többnyire elnökei vagy titkárai. Tehát mindenkinek megvan a saját egyesülete, ahol a saját programját viszi, szervezi, és a találkozókon pedig ezt tudjuk egymás előtt megbeszélni, illetve egymás segítve a programoknak a propagálásában segítjük egymást. Közös stratégiát tudnak kidolgozni?
Hát próbálkoztunk. Hát a közös stratégia az, hogy együttműködünk egyelőre, ez a közös stratégia. Gondolok, nehezen, mondjuk a pályázatoknál, amikor egyfajta kooperáció a feltétele igen, dolgoknak. Hát természetesen meg kell, hogy mondjam, hogy én már nem szívesen pályázok, mert ezek a pályázatok elég macerásak és bonyolultak, de hogyha ilyen segítség van, nem beszélve arról, hogy a Majkini Főiskolai Társaság a civil információs központot működteti, és a Tatai Civil Társulás pedig civil információs pontot működtet. Tehát mindenkinek, akinek akár jogi, vagy pénzügyi, vagy a marketinggel kapcsolatos, PR-ral kapcsolatos kérdései vannak, nyugodtan fordulhatnak a civil társuláshoz. Ha segítségre van szükségük, akkor természetesen egy nagyon jó kialakult tanácsadó szolgálat van, abban mindenképpen tudunk bárkit segíteni. Hát a lebonyolítás az sok sikert, és akkor sok látogatót is kívánok, hogy a beleinvestált munka ne menjen kárba, és a beszélgetés pedig köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek jó szórakozást, aki eljön a programjainkra. Nézőink pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok!